Edzőtábor tartott növendékeinek a Ködmön Formációs Táncegyüttes és a Miskolci Mazsoret Együttes. A hétfőn kezdődött táborokban egyértelműen a táncé volt a főszerep. A gyerekek mindkét tábor végén meg is mutathatták, mit tanultak, ugyanis a Ködmön Formációs Táncegyüttes és a Miskolci Mazsoret Együttes is készült gálaműsorral. Lelkesen készülnek a gyerekek a péntek esti gálaműsorra, ahol szüleiknek is megmutathatják, hogy mit tanultak az elmúlt egy hétben. Június 24-én kezdődött a Ködmön Formációs Táncegyüttes növendékei számára az edzőtábor. Rengeteg új táncot tanultunk, és a balettóráknak köszönhetően rengeteget fejlődtünk. Tanultunk szambát, új szambasort, Szlovákiából jött egy tánctanár, vele is felkészültünk a gálaműsorra. Az edzőtáborban fiúk és lányok vegyesen vettek részt, hiszen leginkább társas táncok kerültek a főszerepbe. Hétfőn kezdődött az edzőtáborunk, ez az első nyári edzőtábor ennek a csoportnak, ugye itt ifi és junior táncosaink vannak. Társastánc a fő profilunk, latin és standard táncokkal foglalkozunk. A gyerekek az elmúlt egy hétben tanult új koreográfiákat a Ködmön Formációs Táncegyüttes nagy éves gála műsorán a Művészetek Házában adta elő. Nem csak a Ködmön Formációs Táncegyüttes szervezett edzőtábort a héten, ugyanis a Miskolci Mazsoret Együttes is egyhetes tábor tartott növendékeinek az ifjúsági házban. Ebben az évben ez volt az első mazsoret táborunk. Ezen a héten a haladó kadett csoportunk vett részt a táborba. Nekik ez egy alapozás volt a következő évre, hiszen a következő évtől már junior korosztályban fognak versenyezni. Úgyhogy itt a táborban ismerkedtek meg a zászlóforgatással, most kaptak először zászlót a kezükbe. A zászlós alapismereteken túl a gyerekek balett foglalkozásokon is részt vehettek, illetve a bot technikát gyakorolták, valamint még egy új pompomos koreográfiát is megtanultak. Az edzőtáborban részt vett növendékek június 29-én lépnek színpadra a Miskolci Mazsoret Együttes 40 éves gálaműsorán. A tanév végén a Ködmön és a Mazsoret csoportjai saját csoportjai számára tulajdonképpen edzőtáborokat tart, és ez azért fontos, mert gyakorlatilag ezek a táborok az elsők a nyáron, melyek művelődési házainkhoz kapcsolódnak. A másik pedig, amit én mindenképpen kiemelnék, hogy ez a gyerekeknek megfelelő felkészülési alkalom az évzáró gálára, hiszen a táborokat ezt követi. Azonban a nyári táncos táborok nem érnek véget a héten, ugyanis a Miskolci Kulturális Központ szervezésében a kezdők számára is tart napközis jellegű foglalkozásokat a Ködmön Formációs Táncegyüttes és a Miskolci Mazsoret Együttes is.